Alig 100 nap múlva tartják az európai választásokat. Addig az Euronews kivonul Brüsszel utcáira, hogy megnézze, vajon tudják-e az emberek, mikorra kell bejegyezni a naptárba az EP képviselőik megválasztását, akik a következő 5 évben képviselik őket. Tudja, mikor vannak az európai választások? Nem. Nem, egyáltalán nem. Idén. Szóval a hónapot nem tudom. Októberben, nem, novemberben, valami ilyesmi. Júniusban. Igen, júniusban. Idén, június hónapban. Minden esetre szavazni szeretnék, igen, ez biztos. Ezek a választások nagyon feszült időszakban zajlanak, mivel az EU sokféle válsággal néz szembe. A polgárok különböző prioritásokkal rendelkeznek a következő Európai Parlament munkájával kapcsolatban. Nos, azt hiszem, az ökológia az nagyon fontos. Éghajlatváltozás. Az Európai Unió nem javított semmit. Esetleg beszéljünk Palesztináról és arról, hogy mi folyik ott. Beszélnünk kell Palesztináról. Hogy békében élünk. Kevésbé liberális, szociálisabb. Az országok magukra fognak összpontosítani. A nacionalizmus térnyerése megrémít. Remélem, hogy a szélsőség nem lesz ott. Tervez idén szavazni? Valószínűleg igen. Egyáltalán nem érdekel, sajnálom.